Szép jó napot kívánok! Ez itt az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című műsornak a kedd délutáni, most már mondhatjuk azt, hogy szokásos bejelentkezése. Több oka is van ennek a bejelentkezésnek a szemérmetlen önpromóció mellett. Szeretnénk azt örömmel tudatni a tisztelt érdeklődő nagyközönséggel, hogy hamarosan, ez most már tényleg hamarosan újra nyit a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A mai parlamenti döntés nyomán várjuk a holnapi kormánydöntést az egészségügyi vagy járványügyi vészhelyzet megszüntetése kapcsán, esetleg a részletesebb instrukciókat a zárt helyiségekben megtartható eseményekről, de ahogy ma jelenleg 2020. június 10. nem tudom, hanyadikán, kedd délután, 16-án, köszönöm szépen, értelmezzük a valóságot, a terveinkben az szerepel, hogy a Svábhegyi Csillagvizsgáló ismét látogatható lesz jövő hét végén, tehát 26-ától, június 26-ától kezdődően. A tervek szerint a svábhegyicsillagvizsgáló.hu oldalon a regisztráció ezen a héten elindul, lehet jelentkezni a csoportos látogatásra. Ugye péntek és szombat este 9-től 11-ig, tehát 21-től 23 óráig tervezünk nyitva tartani jövő hét végén. Fiatalabb gyermekeknek az alvás igényét figyelembe véve beiktatunk szombat délután, tehát 27-én, délután 4 órától egy asztromatinét, aminek a célközönsége alapvetően, hát nem is tudom, lehet azt mondani, hogy a kiskorú gyermekek, azt is lehet mondani, hogy a kiskorú gyermekek szülei, akik akarnak egy kicsit pihenni, amíg mi foglalkozunk az ő gyermekeik kíváncsiságának kielégítésével. De lényeg, ami lényeg, hogy tehát asztromatiné, ez mondjuk egy óvodás kisiskolás kortól fölfelé, hát kis túlzással 7-től 77-ig, de mivel hát nyilván van asztromatiné, itt mondjuk azt, hogy 7-től 17-ig, 7-től 20-ig, az úgy körülbelül még, de már inkább csak 7-től 17-ig. Na, a lényeg, aminek, hogy tehát péntek este megnyitunk, 26-án terveink szerint, szombaton délután, 4-kor asztromatiné, szombaton este pedig ismét egy csoportos hát, látogatásra lesz lehetőség. Én azt mondom, hogy nézzünk most egy kicsit szembe. Ugye oka van annak, hogy most bejelentkezünk, a személyérmetlen önpromóció természetesen, emellett pedig én azt fogom majd nézegetni, amikor visszanézem ezt a kiváló videót, hogy a hátam mögött az árnyékok. Én most így ránézek, és kevésbé látom őket, szerintem egyáltalán nem látszanak. Két hardware fejlesztésünk nyomán, amelyeket az elmúlt 35 percben hát raktunk össze a rendező asszisztens segítségével. Hát mondjuk így azt, hogy igyekeztünk lépni afelé, hogy a kinézetünk, a optikai élmény ennek a műsornak, vagy a vizuális élménye ennek a műsornak hát legyen egy kicsit mondjuk így jobb, professzionálisabb kinézetű, magyarul árnyékmentes. Ha ránézünk most akkor a prezentációra, aminek a címlapját fogom most még csak bemutatni, ugye elhangzott, vagy leírtuk az online eseményünk, illetve magának az élőműsornak a hirdetésében, hogy a heti témánk az a gömbhalmazok lesz. Ha az ember ránéz a csillagászat.hu-ra az elmúlt napokban, gyakorlatilag kiömlött egy hatalmas nagy híradag a Marsról. És meg lehetne kérdezni azt, hogy akkor miért nem a Marsról beszélünk? Hát ennek két oka van, a Marsról már beszéltünk, és fogunk is még a Marsról beszélni. De egy személyes élményemet hadd osszam meg a kedves most élőbe bejelentkezők, vagy élőben minket követőkkel, illetve később a videóarchívumokban ránk kíváncsikkal. A hétvégén Zalában jártam, a Göcsei dombvidéken életemben először, és teljesen magával ragadott a táj, tehát abszolút megértem a helyi lokálpatrióta érzéseket, gyönyörű vidék, és a hely, ahol tartózkodtunk Zalaegerszegtől egy olyan 20 kilométerrel délre, tökéletes sötét és iszonyatosan csillagos eget adott meg számunkra. Péntek éjjel, szombat éjjel, teljesen felhőtlen, és megmondom őszintén, Magyarországon én nem is emlékszem, mikor voltam utoljára olyan helyen, ahol semmilyen mesterséges fényforrást nem láttam. Ugye Piszkéstetőn van egy kiváló obszervatóriumunk,
amit a mátrai falvak megvilágítanak. Tehát a Mátra az egy fényszennyezeték. Oké, sötét, szépen, magas, 900 méter, akármi. De mégis vannak közvetlen fényforrások, amik odavilágítanak. Itt most, ahol voltam, egy patóhegyi turisztikai, mondjuk így, Petri Keresztúr nevű falu szélén egy patóhegyi helyszín, totálisan mesterséges fényektől mentes volt, Zalaegerszegnek a fénybúrája északon picikét látszott, és rácsodálkoztam a Herkules gömbhalmazra szabad szemmel, ugye az M13-ra, és akkor úgy belém vágott, hogy hát a fene egye meg, most itt van ez a szép június, rövidek az éjszakák, de a fejünk fölött a Herkules. Utána szépen kell fel a Skorpió, Sagittarius, nyári csillagképek, szebbnél szebb gömbhalmazokkal tele, amelyek kis távcsővel, nagy távcsővel, egy-kettő még vizuálisan, szabad szemmel is érzékelhető, megkereshető, és hát magukban oly gyöngyszemek a csillagászaton belül, a tejút rendszerünknek egy olyan érdekes komponensét alkotják, hogy belém vágott a felismerés, róluk fogok beszélni. Nem érdekel a rengeteg marsos hír, nem érdekel a rengeteg egyéb naprendszeri hír, most kinézünk a naprendszeren túlra, a csütörtöki adásnak a második felében természetesen, mint ahogy eddig is, az aktuális égi látnivalók, illetve a friss híreink, azok azért terítékre kerülnek röviden, és hát egy záró gondolat, a múlt heti műsor, ugye a hetedik résznek egy nagy tapasztalata volt, hogy nem szabad túl sokat markolni, mert aki sokat markol, az keveset fog, tehát nem lesz olyan hosszú a Duma rész, mint múlt héten, az akkor nagyon hosszúra elnyúlt, és visszanézve szerintem unalmassá vált a 31. percben, és 47 percig tartott. Na tehát, ezzel itt most véget ér a csütörtöki élőcsillagászat Kislászló című műsornak a kedd délutáni előzetes bejelentkezése, és szeretném azt kérni, hogy aki hallja, adja át. Szerintem ez egy, mondjuk így azt, hogy egy nem önmagamat dicsérgetve, de egy hiánypótló műsor, hiszen megpróbálunk a laikusoknak érthetően beszámolni a csillagászat legexotikusabb, legobskúrusabb új eredményeiről is, egy olyas fajta tálalásban, amihez azt mondanám, hogy egy, én nem azt mondom, hogy egy jó középiskolás fizikatudás sem kell, de hát lényegében ténylegesen megpróbáljuk ezt lehető legmaximálisabban közérthetővé tenni. Tehát ennek jegyében, ezen gondolat jegyében várunk nagy szeretettel mindenkit vissza a Facebookon, a Svápai Csillagvizsgáló élő Facebook eseményén csütörtökön este 20 órai kezdettel. Addig is viszont látásra, viszont hallásra, sziasztok, és most oda megyek kikapcsolni ezt a közvetítést. Ha megtalálom, azt a ezt itt. Sziasztok!